Hírek. Nem hagytam, hogy lássad, hogy darabokra hultam. De igen, nagy a fal, amit én kettő közé húztam. Sokkal jobb, hogy így van, lehetnénk rosszban. De barátok se leszünk, ezt mindig is mondtam. A Csókod érzem című szám, én azt hiszem, hogy egy másfél, egy éve íródott. Igazság szerint, hát arról szól a történet, hogy a párkapcsolat, hogy éltem meg a párkapcsolatot, utána én, hogy mennyire voltam, mennyire éreztem magam rosszul, hogy dolgoztam fel ezeket a dolgokat, meg arról, hogy hiába lett vége, még mindig ugyanúgy érzem azt a érzést, amit előtte is. A kép ezt dobta, az agy nem fogja, a szív vezeti, az élet megmondja. Csókod érzem, miért volt a hibátlan, hiába nem vagyunk már együtt a világban. Csókod érzem, magad önök kimásztam, és hogy visszamenjek hozzád, én megálltam. Az elkövetkező dalagok még jobban letisztultabbak lesznek, hogy én törekszem e felé mindenféleképpen, mert azt gondolom, hogy sokkal jobban ki tudom hozni a dallamosságot egy dalból. Úgy döntöttem, tovább megyek, úgy éreztem kell. Valami engem, valaki, aki kiemel. Elég volt a depiből, na új életre fel. Nyomjuk el, mi bennünk van, de nem érkezett jel. A klip az egy érdekes dolog mindig nálam, amikor én leülök megírni egy számot, akkor egyből látok valamit, és most láttam egy lakást egy kanapéval, most ez halál komolyan. És akkor utána mondtam, hogy hát akkor szerezzünk egy lakást, egy olyan, ami egy kicsit lepusztultam, meg egy kanapét. És akkor a fejemben volt, hogy lehetne ezt kihozni úgy, hogy jól nézzen ki. És ezek a kamera, amit látsz a videoklipben is, ahogy forog a kamera, én egy ilyet akartam, és végül is össze is jött. Szóval nem volt nagyon túl sztorizva az egész. Csókod érzem, miért volt a hibátlan, hiába nem vagyunk már együtt a világban. Csókod érzem, magad önök kimásztam, és hogy visszamenjek hozzád, én megálltam. Fanni a volt barátnőmnek a húga. És konkrétan úgy jött az ötlet, hogy volt egy hölgy, aki szerepelt volna ebbe a klipbe, de ő sajnos nem tudott eljönni, és ezért pont beszéltem anyukámmal, mondtam neki, hogy nem hiszem, hogy nem találok egy lányt, és mondta, hogy tedd bele valamelyik barátnődet. Mondom, anyu, hát nem gondolt, hogy belerakom a volcsajaimat. Mondom, az nem működik, hát akkor rak bele a húgát. Ez így van jó, na gyerünk indulás. És a kedvenc helyed, ez parkolás. A nyakamba ugrasz, hogy elosztalak ide. Te vagy az a lány, akinek dobok még a szíve. Semmiképpen nem gondolkozom lemezbe, csak így szórnám ki a videoklipeket és a számokat. Szeretnék folyamatos megjelenéseket. El is kezdtem az Így van jól, utána jött az Istenem, kérlek segíts, és most a Csókod érzem, és szeretném ezt folytatni, hogy folyamatosan aktív legyek, és jöjjek ki klippekkel. Istenem, kérlek segíts, Istenem, mondd meg, hol az igaz út, ahol helye van a szívnek. Elestem jó párszor, démontól félek, de amíg tapon én a repszen értélek. Jó pár demon van, így igazság szerint most is írtam egy két új számot, és most nagyon vacilálok hogy melyiket hozzam ki. Nem tudom még, ilyen témákban is sok van, van bulizósabb témában, tehát sokféle témában van, de én szerintem hasonlók fognak érkezni most a közeljövőben.